Nagy volt az érdeklődés az Adai Városháza dísztermében megtartott lakossági fórum iránt. Az érdeklődők szerint hasznos információkat kaptak az anyaországi támogatásokról. Véleményem szerint is nagyon sok információt kaptunk arról összesítve, hogy az anyaország mi mindennel támogat bennünket, és hogy milyen lehetőségeink vannak az elkövetkezőkben, illetve milyen lehetőségeik lesznek a fiataloknak. Adán eddig 436-an pályáztak sikeresen a Prosperitáti Alapítványnál. A sikeres pályázók között van Szalma Sándor is. Én is pályáztam házvásárlásra, olyan, hogy házvásárlás és műhely egybe. Hát én ezt tehát hála jó Istennek a Prosperitátin keresztül meg tudtam valósítani, és a műhelyem dolgozik, bent lakunk már, papucsokat készítünk. Pásztor Bálint, a VMSZ-DCP köztársasági parlamenti frakció vezetője a rendezvényen hangsúlyozta, csak Adán összesen 5,2 millió euró vissza nem térítendő támogatáshoz jutottak a pályázók. Ez azt bizonyítja, hogy nem igaz az, hogy nem lehet magyarként boldogulni a szülőföldön, nem igaz az, hogy ha valakinek nincs elképzelése, legyen mezőgazdasági termelő, kisvállalkozó vagy kezdővállalkozó, akkor nem tud támogatást kapni annak az ötletnek a megvalósulásához. Az előadók hangsúlyozták, az EP választások által a vajdasági magyarok is képviselhetik az érdekeiket az Európai Parlamentben.